ismét kérdeték, hogy ki a Man of the Year a Playboy magazin díját adóján. És itt van mellettem Kulcsár Edina. Szia! Jaj, már itt is vagyunk, szia! Gyorsan kezdek mindig. Szia, szia! Na mi újság veled? Jól tudom, jelölt vagy, ugye? Így van. Első jelölésem. Első jelölésem, igen. Mit szólnál, hogyha mondjuk egyszer fel is kérnek téged, hogy mondjuk a Playboy magazinnál legyen mondjuk egy címlapom? Nem tudom, hogy most hogy áll egészen pontosan a Playboy, tehát hogy még mindig pucérképek vannak. Na hát akkor nem vállalnám el. Mondjuk azt mondanák, hogy mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon kis finom fehér nemű lenne, akkor mert az a vékonyabb fajta. Nem, akkor nem. Sem. De nem lenne az a lóvé. Nem, nem lenne. Nagyon helyes, hát nem mindenkinek kell, így van. Na, térjünk egy kicsit más eseményre. Jól tudom, te most főzöl a héten a halat tortába, és most láthatják a nézők. Így van, főzöm bizony. De nagyon kis vicces momentum, tehát mennyire voltál meglepőd, amikor átrakták azokat a koronát, meg a ruhákat, tehát... Szóval sem tudtam konkrétan jutni, de nyilvánvalóan fel voltam arra készülve, hogy különböző nehezítésekkel kell majd megbirkóznom a főzés közben. Igazából azt hittem, hogy egy picit lightosabb nehezítések lesznek, hogy figyelembe veszik azt, hogy gipsz van a kezemen. Úgyhogy hát nem úgy történt, de igazából ez nem is probléma, mert tényleg úgy gondoltam, hogy ez az azért jó, és azért örültem nagyon a felkérésnek, hogy szerepelhetek a halatortámba, mert hogy meg tudom mutatni egy másik oldalamat. Ugye mindenki azt látja, hogy bemegyek mondjuk egy aktívba, vagy egy másik műsorban műsort vezetni, és igazából ott nem tudok önmagam lenni. Nyilván felolvasom, amit kell, vagy elmondom, amit kell, és ennyi, de ott nem tudom magamat adni, és szerettem volna, hogyha nem, hogy is mondjam, tehát hogy nem általánosítanak más szépségkirálynőkkel, tehát hogy ez a, hogyha valaki mondja, igen, a sztereotípia pontosan, tehát nem szerettem volna, hogy azt tudják, hogy én ilyen nyávogós lány vagyok, vagy hogy semmihez. Mennyire vagy főzős amúgy, tehát a hétköznapokban, tehát mert mindig azt mondom, nagyon sok dolgod van, akkor azt nézem ki, hogy akkor nem is főzöl. Az igazság, hogy ez mostanában valóban így van, tehát egyáltalán nem jut idő a főzésre, pedig nagyon-nagyon szeretnék, ugyanis ugye azt szokták mondani, hogy egy férfit a hasánál is meg tudom. Van azért még más is. Nyilvánvalóan, de szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy meglegyenek egy kapcsolatban azok a bizonyos férfi és női szerepek, és én minden esetre úgy gondolom, hogy ez egy női szerep. Andrissal szoktunk egyébként reggelit csinálni, meg főleg ugye, hogy a kezemen, illetve hogy a kezem el volt törve, vagy van törve. Mi történt ezzel kapcsolatban? Ezt nem is hallottam. Jaj, mindig belevágsz a szóval. Elragul, csak mindig annyira érdekes témát mondasz, hogy muszáj megtudnom. A kezemmel egészen pontosan az történt, hogy kimentem snowboardozni olyan több mint egy hónapja most már egy picivel, és hát az első óra után sikerült annyira elesnem, hogy eltörött. Hát akkori elmondások szerint kettő helyen törött a csontom, a sajkacsont és az orsócsont, és akkor azt mondták, hogy 12 hét gipsznál, akkor majdnem eredt vágtam, de egyébként hál' Istennek az utóbb kiderült, amikor gipszet cseréltek, hogy csak egy csontom törött, tehát idézőjelben csak, és ezért csak 6 hét, de ugye nemrég gipsz cseréltek. Egyébként most azért nincsen rajtam semmi, mert annyira siettem a gálára, hogy elfelejtettem a rögzítőt felvenni a kezemre, úgyhogy most nagyon vigyázok rá egész este, nem rázok kezet senkivel, úgyhogy így fog telni, de most már azért kezd jobban lenni, de még azért egy 2 hét indokolt lenne, hogy legalább ez a rögzítő tartsa a kezemet. Mennyire van ilyen nagy fájdalom küszöbben? Tehát most, hogy rögzítő eljöttél, gondolom azért kicsit fájdja nélkül. Mennyire bírod a fájdalmat? Én a fájdalmat nagyon bírom. Tehát, hogy ez mérdenki jelenthetem, hogy tényleg nagyon nagy a fájdalom küszöbben. Egyébként pont a készülésem is nagyon-nagyon vicces körülmények között zajlott, ugyanis a barátaim mind látták, hogy mekkorát estem, és így hallottam, hogy összesugnak át, meg, hogy úristen, él még, láttátok mekkorát. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy csúsztam, de is, hogy elestem, és utána még tovább csúsztam. Ugyanúgy használtam a csuklómat, sőt, el sem mentem a kórházba aznap, tehát ez délután 2-3 körül történt, mert én azt mondtam, hogy biztos semmi baj, egy picit fáj, majd elmúlik, és másnap reggel volt az, hogy na jó, azért nézzük meg, hát ha rosszabbat teszek vele, és így derült, hogy el van törve. Tehát, hogy én egy könycsepp nem hajt el tényleg a szememet, úgyhogy magas a fájdalom küszöbem, hála az égnek. Hát akkor jó bulást kívánok neked, és akkor reméljük, hogy elnyered a díjat, amiben kategóriában jelölt vagy. Hát, meg egy három szek... tudok benne, de ámen. Egy pár SMS mehet. Így van, az majd vasárnap. Ja, igen. Ez az nem is SMS, hanem az applikáción keresztül. Kérnék szépen, hogy mindenki szavazzon ránk, Hevesi Tamással. Nagy duet. És három security-t a hölgy, mert hogy véletlenül se legyen addig baja. Így van, köszönöm.